a kiskörösi NKSZ-ese utánpótlás csapatai közül az U12-es gárda a Magyar Kézilabda Szövetség gyermekbajnokságának korosztályos küzdelem sorozatában szerepelt az elmúlt szezonban. Az együttes Bács és Fejérvár megyei gárdák ellen lépett pályára. A 11 csapatos bajnokság alapszakaszában a kiskörösi lányok olyan eredményeket értek el, hogy a tavaszi küzdelmekben az erősebb játékerőt képviselő csapatokkal játszhattak. Ősszel nagyjából a csapatok felével 3-4 évvel sikerült játszani. Ezután a tavaszi fordulókra már a szövetség egy ilyen erős órend alapján kettészette a csapatokat, és az egyik fele az erősebb csapatok kerültek, a másik felébe pedig a picit gyengébbek. Mi szerencsére az erősebb csoportba kerültünk. A tavaszi szezonban a Harta, Kecskemét, Kiskunhalas, Dunaújváros, Rácalmás elleni mérkőzések kiválóan szolgálták a játékosok fejlődését. Én azt mondom, hogy az erősebb, kicsit jobb csapatok elleni szoros küzdelem, esetlegesen vereség, abból sokkal többet lehet tanulni, mint abból, amikor nagyon-nagyon sok góllal nagyon könnyen győz a csapat. Az U12-es csapat a szezon során tavasszal kiválóan teljesített. Az erősebb csapatok ellen már küzdelmesebb mérkőzéseket játszottak. Azért itt a lányoknak a vége fele már mondtam, hogy vereség és vereség között is óriási különbség van. És itt az utolsó 2-3 fordulóra már azt a játékot hozták a lányok, amit én szerettem volna már az év elejétől kezdve. És ezek ezek a mérkőzések, ezek ezt nagyon jól alá is támasztották és visszaigazolták nekem is, nekik is, hogy ez az irány jó lesz. Még van hova erősödnünk főként fizikálisan, de meg technikailag fejlődni, de egyébként jó irányba haladunk. Az iskola befejezésével a kézilabda edzések is véget értek. A tervek szerint augusztusban kezdik újra az edzéseket az U12-es korosztálynál.